Több olyan óvodáról lehetett hallani az elmúlt napokban az ország különböző pontjairól, amelyek teljesen vagy részben bezártak koronavírus megbetegedés miatt. Nyíregyházán ezért, ahogy számos más településen arra kérik a szülőket, hogy csak egészséges gyermeket vigyenek óviba, és a dolgozók is csak így menjenek az intézményekbe. Erről már bőven szerezhettek tapasztalatot tavasszal, nyáron pedig a fenntartóval és az operatív törzsel egyeztettek a szeptemberben indult nevelési évvel kapcsolatban. Ahogy több más óvodában, az Eszterlánc északi óvoda tag intézményeiben is zsilipes beléptetés vezettek be az új intézkedések részeként. Ha az udvaron tartózkodnak az óvodás gyerekek, akkor a kapunál adja át az óvónéninek a szülő, kinyitja a kaput, átadja a gyerekét a kis cuccával, zsákjával, mindennel, és ugyanez történik délután, amikor szintén a Dajka néni, a pedagógiai asszisztens tud segíteni az óvodapedagógusnak átvenni a gyereket. Természetesen, ahogyan az időjárás engedi, ha reggel már nem gyülekeztek kint az udvaron, akkor a csoportszoba elé, vagyis az épület elé jöttek a szülők, és ugyanez történt, hogy szintén maszkba vették át a pedasszisztensek és a Dajka nénik. A cél, hogy egy helyiségben, például az öltözőkben, mosdókban egyszerre ne legyen sok gyerek, a csoportok ne keveredjenek egymással, köztük pedig gyors fertőtlenítést végeznek a dolgozók. Az is az elővigyázatosság része, hogy a fogmosást most mellőzik az óvodákban. Szájöblítés van minden délbe. Én azt gondolom, és a kolléganőmmel is így gondoltuk, hogy sokkal jobban járunk, ha egy öblítést fogunk végezni az óvodában, hiszen a kis csoportos gyerekek és sok-sok vegyes csoport is van, nagyon értekli, hogy a másik gyereknek milyen fogkeféje van, milyen a pohara, esetleg szájba veszi, vagy a kezével megfogdossa, óvatlan kis alkalom is történik, és azt gondoljuk, hogy a megelőzés érdekében ezt most mindenképpen be kellett, hogy vezessük. Az intézményvezető arról is beszámolt 35 perc című műsorunkban, hogy a kis csoportosok beszoktatása rendben lezajlott, a nagyobb gyerekeken pedig azt látják, egyre önállóbbak az óvintézkedések betartását illetően. Mivel óvodai felvétel egész évben van, az érintett szülőknek muszáj belépniük az épületbe, ezért esetükben kivételt tesznek. Ők telefonos egyeztetés után maszkban tartózkodhatnak az intézményekben.